Köszöntöm a kedves nézőket, az Eszterházy SC a 100 halombattát fogadja a NB1B-s zöld csoportos kosárlabda bajnokság 11. helyért zajló rájátszásában. El is kezdték a felek a mérkőzést, és az egriek indulnak meg a labdával. Náluk hármassal Kovács Kornél, 4-essel Bajusz Ábel, 6-ossal Máté Balázs, 7-essel Szicsák Bence, 8-ossal Kocsis Dániel, 9-essel Ficsodálom, 18-essel Botka Botont, 22-essel Pomázi Patrik, 33-essel Kerekes Unor, 42-essel Gilszkérik és 91-essel Rékasi Bojta, aki az iménti 2 pontot szerezte. Ők alkotják a keretet, a vezetőedző pedig Klepej Roland a battánál, 2-essel Kovács Marcel, 3-ossal Csikrihád, 6-ossal Seregé Balázs, 7-essel Fosszong Avunk, 9-essel Montai Márton, 12-essel Kovács Gergely, 14-essel Fiedor Patrik, 20-assal Kövér Krisztián, 21-essel Novák Patrik, 22-essel Gál Bence, 23-assal Láncos Krisztián és 24-essel Tóth Márka alkotják a keretet, a edző pedig Törőcsik Marcel, és 2-2 az állás jelenleg, tehát volt egy válasz, egy tripla kísérlet, ami sül is Tóth Márk egyenlítésére Gilszkérik válaszol. Tóth Márk az egyik legeredményesebb 100 halombattai játékos Csíkrihárddal egyetemben. A kinti lövés vagy a dobás a battaiaknál is. Csík egyébként az előző az atomerőmű elleni párharcát kihagyta a battaiaknak, és ennek köszönhető talán, hogy alul maradtak a párharcban. Persze a battaiak, akárcsak az egriek örülhetnek, hogy itt vannak, hiszen a battaiak utolsó helyen zárták az alapszakaszt, és nagy meglepetésre ugye akkor a felsőházról lemaradó Békés Csabát, aki egyébként szintén újonc volt, őket elintézték, és a kiesés ellen zajló párharcba kényszerítették. Jó az első büntetője Ficsornak. Illetve Kovács Kornélnak, bocsánat. A második is. 7-2-re vezet az Eszterházy SC, aki szintén boldog lehet, hogy ugyanis ugye a pénzügyőre elcsatáztak az egriek. Így nem kellett a kiesés ellen menni. Aztán a következő párharca Pécs ellen volt, azt nem sikerült abszolválni, hogy az alapszakaszban is jobbak voltak a pécsiek. Másik Kovács, Kovács Marcel dobott pontokat, és aztán Szicsák azonnal növeli vissza az előnyt. Egészen idáig. Pészki ellen a fault. Dobhat 2-t. Az első jó. A második is bent van. 5 pontos ezzel egyelőre Gilszkérik. 11-6-ra vezet az Eszterházy. Túloldalon egyébként már Csíknak is van pontja, most Kovács Marcel pattogtat, ő is nagyon pontterős játékos az alsóházi, szintén újonc battaiaknak, akiket ugye az alapszakaszban sikerült legyőzni. Most pedig Láncos Krisztián iratkozik fel a pontszerzők közé. Valamikor ő is elkapja a fonalat, és akkor a többi nagy dobó mellett ő is termeli a pontokat. Wilski kintről próbálkozott. Falt az egyéknél is.
Kovács Marcella megszerzett dupla mellé még dobhat egyet rá is. Így akár egyenlíthet is a Szász Halombatta. Egyenlő még ugye 2-2-nél volt az állás. De kimarad. Viszont a lepattanót megszerzik a vendégek. Kilépett a játékos Kovács Marcell. Jöhet az Eger. Majdnem eladott labda, aztán még sikerül bent tartani a Gilskinek. Rékasi két ember mellett megy be, kimarad. És fordulhatnak a kéksárgák, ugye ők voltak itt a dobókupán is. Akkor nem volt olyan jó emlék róluk. Hiszen akkor jobbak voltak az egrieknél a battaiak. De tulajdonképpen nyilván mindegyik csapatnak mindegy, hogy hanyadik helyen végez 11-12, az mégis csak jobb szájízzel lehetne a párharcot behúzni. Inkább már tét nélküliek ezek a mérkőzések tulajdonképpen. Már csak jutalomjáték mind a két csapatnak. És hármas a túloldalon is. Botka is, illetve Csík is. 3 pontos szerez. Tartják a lépést egymással a csapatok. 14-13. Közeledünk a játék rész feléhez. Lépés hiba. Cserék mind a két oldalon. Az egriek a Real rájátszást a pénzidőre ellen kezdték. 77-71-es sikerrel. Aztán lett harmadik meccs is, mert hogy a másodikat a fővárosiak megnyerték 74-66-ra, és a döntő mérkőzést 93-68-ra az Eger húzta be. Máté Balázs beállt és pontot is szerzett, vagy pontokat. Indítás, de túl hosszú volt. Kell becsülni a labdákat, mert hogy a Pécs ellen elég sok eladott labdája volt a Eszterházi SC-nek, ezt tette szóvá Klepej Roland. A bejátszást lefülel ugyan Ficsor, de faltot láttak a játékvezetők, jöhetnek a palánk alól a Pest megyeiek. Szépen kitett labda, körbeadogatják a vendégek a Egri falat, és egy 3 pontos a jutalma. Kovács Gergely egyenlít. Ő is a top szkórerek közé tartozik a Szász Halombattaiaknál. Botka most nem hármas, csak sima kettes, de nem megy be. Lepattanó, viszont megvan Rékasinak. Megvan újra a vezetés. Felszabadultan lehet játszani. Kis örömjátékot is talán láthatunk. Gyönyörű passz, de nem sikerült vele egyből palánkra törni. Láncos még harcol a labdáért, és meg is szerzi.
és aztán Csík Rihárd dobja be végül a két pontot. A vendégek vezére már 7 pontnál tart. Távoli és gyönyörű Máté Balázs hármasa. Mint egy dupla, most egy tripla a neve mellett. Láncos Gilszky mellett eladja a labdát, és aztán lehet menni. Meg is van az itzel, Rékasi. 23-18. Visszaáll talán a rend, amit az elején megszokhattunk. Csík eldobja a labdát. Így is van. Elvették tőlük a technikai hiba miatt. Gilszky beláll a hármasba, és siker is koronázza. Ezt már nem hagyja szó nélkül. Törölcsik Marcell, a vendégek edzője. Nyezegrék a pitch-el csatáztak. Az előző körben, az a rájátszás második fordulójában Pécsen a Unipécs második csapata 82-65-re diadalmaskodott az egyek ellen, és idehaza 96-74-es pécsi siker született. A rájátszásban eddig egyébként Botkának nagyon ment. A pénzgyűl elleni első meccse 21 pontot dobott Máté, 18-at, Bajusz 16-ot. Aztán a második körben idegenben ott már annyira nem ment senkinek, nem volt a kiugró teljesítmények, kivéve talán Máté Balázsé, aki 17 pontot szólt, Botkának 10, Pamázinak 9, Rékosinak és Gilszkinek 8-8 pontja volt. Aztán az itt hazai mérkőzésen Botka ismét 20-at szólt, Gilszkinek 19, Rékosinak 16, pont jutott, Máté 12 és Szicsák Bence 11 pont szerzett. Pécsen ismét Botka volt elemében, 22 pontot dobott a 65-ből, Szicsáknak és Máté Balázsnak 15-15 pont. Valóra ugye ez a három játékos 52 pontot szerzett a 65-ből, aztán idehaza a Pécs ellen Gilszky 16-ig jutott, Rékasi, Szicsák is. Érdekes pedig 11-11-et használt az időkérés. Egy három pontossal kezdenek a vendégek. Seregéi volt a tettes. Az első pontja egy kosarai tripla volt. Gilszky szépen kilép. Aztán Máté Balázst próbálta megjátszani. Most a vita van arról, hogy kinek a kezéből ment ki, de kék-sárga védő kezét vagy ujjait érintette utoljára a labda. Máté is nyomott a labdáért, de ez viszont megelőzték. Máté kintről, ha már egyszer bement, ez viszont nem volt jó kísérlet. Be. Aztán Tóth Márk tört be, Csíkot rángatja meg Ficsoráron, és ez arra jó, hogy kettőt dobhat majd büntetőt. Csík Rihárd, neki még büntetőből nincs pontja, két kettese van és egy hármasa, mármint nem osztályzat, hanem pontos, egy pontok. Kimarad a büntető, az első.
Hát, jó hülyeséget beszélek, mert hogy az előző kosar az érvényes volt. Szóval rádobás maradt ki. Viszont egy pontos a továbbra sincs. Seregi adja ki oldalra. Ki lesz a lepattanó. Beleér Láncos is, illetve Ficsor is. Mondom én, Kovács Gergely van most magas emberkénben. Seregi távolról, lebjön a gyűrűről is, ami fontosabb. Rékasi szerzi meg a labdát. Máté. Most jön Ficsor segíteni. Egyelőre el van tolódva a jobb oldalra. Megri támadósor. Máté. Lejön a labda a gyűrűről, és mehetnek a vendégek. Rossz a zicser dobás. És Eger. Dobhat szabadot. Jöhet Palánk alól. Gyorsan eltelt ez a negyed. Fél perc van csak hátra belőle. Máté. Három pontos. 29-23. Máté már két triplát is szólt. Utolsó másodpercek Kovács. Lejön. És 29-23-mal ér véget az első negyed. A rövid megbeszélés után vissza is jönnek a pályára a csapatok. Kövér Krisztián fogja elvégezni a kezdődobást onnan oldalról. Az első fél időben, negyedben jól megszólta ellenfelét az Eszterházi. Védekezéssel voltak gondjai a Battának, amin biztos, hogy javítani akarnak majd itt. Meg persze a helyzet kihasználáson is javítani kell. Montai, lejön a gyűrűről a labda. Kicsit letámadtak most a battaiak, de azonnal visszakoznak is. Gilszki adja ki Rékasinak. Az ellenfélé a labda kilépett. Seregély, a lepattanó a vendégek, Kovács Gergő kétszerre sem tudja bedobni. Lehet fordulni. Gilszki. Kéri Botka is, de nem kapja. Inkább rádobja Máté, elől meg elhalásszák a labdát. Kovács tovább. Három pontos kísérlet nem jó. Mostanában elég sok hármast rontanak a Szász Halombattai. Kovács Gergő. Seregi. Ebből is egy kinti dobás lesz, és ez sem jó. Viszont arra jó volt, hogy kapjon egy faltot Montai Márton. És hármat is dobhat. Az elsőben van. Is. ezzel. És lássuk, hogy a harmadik is ilyen szép lesz-e.
az már lejön, a lepattanó viszont Kovácsi, megint hibázik, másodjára azonban nem. Feljönnek néhány másodperc alatt 7-ről, vagy 6-ról 4, 2 pontra. 29-27. Jön azonban a válasz Botkától egy 3 pontos képében. A második triplája Montainak. Montainak? Botkának. Kovács kap egy faltot Ficsoltól. Olyan nagyot, hogy el is terül. Van pedig magasság beli fölénye, meg kilóbal is. Több volt az ellenfélnél, vagy több az ellenfélnél. Érkezik Kerekes Ficsor helyett. Kovács pedig dobhat büntetőket. Az első kimarad. A másodikben van. 32-28. Bejött közben Fosszong, Battaliakhoz. Az édesapja is sportolt. Falt a túloldalon is. Palánk alól jöhet majd az egri gárda. Kinti dobás is. Jó is. És még jár mellé egy büntetődobás is. Nem elég, hogy Botka bedobta a hármast. A harmadik tripláját. Még kelekíthet 9-ről 10 pontra akár. Meg is van. Gergely, a pontszerző. Egyébként ő is nagyon szépen termelte a pontokat itt a rájátszásban is. Máté. Kovács Marcell. Másik Kovácsnak. Kovács Gergely Somának. Kovács Marcelltől be Kietember között, aztán hibázik. Kerekes várta volna a labdát, nem ő kapta. Nem késik, nem múlik, de most megy be éppen a palánk alá. Máté. Rékasi kintről kénytelen próbálkozni, nem megy el a palánkig. Igaz, legalább meglett aztán a labda Máténak, és faltolják is, pedig lejárt a támadóidő, úgyhogy ebből nem igen jött ki jól a battai gárda. Megbeszélik, nem lesz büntető. Csere bele lesz. Ami a battaiakat illeti, ugye ők a rájátszást a Békés Csabával kezdték. Első meccsen idegenben ki is kaptak 91-81-e. Csík 19 pontig jutott, Kovács Gergely 15-ig, Láncos 13-ig. Kovács Marcellnak Serényi 10-10-ig. Na, akkor is jó formát mutattak. Aztán a hazai meccsüköt azt behúzták 94-88-ra,
Csík Vidlogot 22, Kovács Gergő 22, Tóth 21, Cselegély meg 12 pont. És aztán jött a meglepetés, hogy idegenben is megnyerték a találkozót, így a kettő, második győzelmüket aratták, 96-90-re sikerült győzedelmeskedniük. Most itt taszították le a Békés Csabát a kiesés elleni rájátszásba. Csík 22, Kovács G 20, Kovács Marcell 23 és Láncos 14 pontjával jött össze ez a 96 pont. Láncos módosítja 36-32-re az állást. Szicsák, ő meg hármas dob válaszként. Falta túloldalon, Kovács Marcell kapott egyet. És aztán utána, ahogy a egrieknek a folytatás már nem sikerült olyan jól a battaiaknak sem. Még az atomerőmű 23-as csapattal találták magukat szembe, és az első meccsen Pakson 116-88-ra kikaptak. Akkor nem volt már Csík sérülés miatt, Kovács Gergely 29 pontot dobott, Kovács Marcell 18-as, Seregély meg 10-et. És aztán már a második meccs szűkebb vereséget jelentett. De 86-79 alul maradtak, így nem lett harmadik meccs. Kovács Marcell közben dobott két jó büntetőt. Marad ez az 5 pontos különbség, tartják a differenciát a vendégek. Ezen a 79-86-os meccsen Tóth Marcell 24-et dobott, illetve Márk, bocsánat, Kovács Marcell 22-t, Láncos meg 16-ot. Gyönyörű hármas. Kerekesnek is van már innen pontja. A 33-osnak most már három. A hármasok jegyében jó a pont, és még dobhatnak rá egyet. Vendégek. Kettőt dobhatnak. Láncos Krisztián. Első büntetője jó. A másik is. 42-36 ezzel. Jött be ezúttal a tripla. Csík. Láncost egy ideig ketten is fogták. Itt jó nagy magas emberei vannak a battaiaknak. Láncos forgolódik és szerez két pontot. De benn volt éppen Kovács is. De mondjuk Fosszong sem kicsi. Azért be lehetne a hónuk alatt bújni. És Botka Boton szerez egy-két pontos. Ilyenje még nem volt. 44-38. Kovács Marcell fordított át túloldalra. Aztán még megvan a labda. Lehet robogni. Szicsák kérte volna.
Pennin az imény be a darálóba a pofonért, meg a büntetőkért. Elleni első meccse a Trepei Roland, ott az első fillővel volt elégedett. Pomázi első büntetője jó, ezzel megvan az első pontja a meccsen, és aztán a második is. Is. Szóval azt mondta, hogy az első fél időben többé-kevésbé az történt a pályán, amit szeretett volna látni. Második negyedben támad a lepattanombosokat engedélyeztek az ellenfélnek, amiből egy minimális előnyt tudtak kiharcolni. Harmadik negyedben annak ellenére, hogy felhívta a figyelmet az agresszív letámadás ellen, mit szeretne látni, nem az történt a pályán a csapatától. Rengeteg volt az eladott labda, és abban a negyedben meg is pecsételte a sorsát. Az ellenfél jó védekezett, az utolsó negyedben még voltak biztató dolgok, viszont hogy ennyi lámadó lepattanót engedélyeztek, az kritikán aluli volt. Aztán jött ugye a visszavágó. És azt bántotta, hogy elbukták a lepattanó csatát, és nem csak a magassági előny miatt, ami az ellenfélnél volt, de nem is zárták ki rá őket rendesen. Hiszen változtatni kell, hogy utolsó párharcban győztesen hagyják el a pályát. Gratulált a pécsi fiataloknak is, meg ehhez is gratulálhat, ez a szép hármashoz. Itt csak kettes lett végül. Most sincs, de labda sincs, ez a nagyobb probléma, hogy a lepattanó, ez a gond. Csík osztja el az embereket. Fiedor is már a pályán. Lepattanót viszont most megszerezte az egri csapat. Ez az Csík próbálta elhalászni még a labdát. Pomázi. 50-nél tart az egri csapat. Egy kicsit nagyobb különbség van már a két gyárla között, nem az 5-6, hanem már 12 pont. Kovács Marcel alkuszik ebből most le kettőt. 50-40. Első félidő utolsó perce. Gilles kiadta be Szicsáknak, és aztán rosszul forgolódott. Időt kértek a battaniak. Békés Csaba edzője egyébként gratulálta Battának, amikor eldőlt ugye a harmadik meccsen a továbbjutása a vendégeknek, ugye a hazai pályán verték a békésieket, mondta, hogy egész párharcban a lélektani fölény a 100 halombattán
nál volt, jobban dobtak, jobban védekeztek, sültek a dobásaik. Nem pörögtek se meg, jönnek se csapat szinten a saját csapata. De koncentráltak voltak. És ugye még mindent megtesznek a következő párharcban, kiharcolják a bennmaradást. Törőcsik Marcell nem is találta a szavakat a továbbjutásuk után, mondta, hogy meg egy ilyen szezon után gratulált a hazai csapatnak is, mert sok energiát beleraktak a mérkőzésbe. Nem tudja maga se, hogy honnan találtak még utolsó 4-5 perc energiát, szívet, akaratot. Nagyon büszke volt a csapatra. Ünnepeltek. Most szerintem Mélykés Csabának is helye van a bajnokságban. Nagy hazai pályával, közönséggel, és szerintem majd be is bizonyítják a pénzügyi őr ellen. Láncos Krisztián 2 pontjával lopakodik közelebb. Most a Batta 50-42. Zállás, még egy 10 másodperce van az Eszterházinak, hogy még újra 10-en növelje az előnyt, és tesz belőle 11. Hát, hogy kerekezz zárja a negyedet egy 3 pontossal. 53-42. Utolsó szavak, már kezdenék a második fillőt a csapatok, de még a Battaiak egyet köszönnek, az egyiek már a pályán. Az Eszterházi kezdi a harmadik negyedet. És ugye a második párharca Battaiaknak sem sikerült. A első paksi mérkőzésen Törőcsik szerintem megérdemelt volt a paksiak győzelme, mert az alapszakaszban elért helyezésük is. Nem jó előzményekkel érkeztek a paksi meccsre vele. Az először Békés Csabai párhoz csapat kivett belőlük, itt sérülések, egyéb dolgok hátráltatták a csapatot. Megint foghíjas is volt a keret egyébként. Ettől független az, hogy kiharcolták a bemaradást. Nagy öröm, innentől kezdve öröm játék jön, és a legfontosabb felszabadultan játszanak. Így lesz ez a továbbiakban is. Nyilván. Úgy volt ezzel, hogy nem fordítják meg a párharcot hazai pályán sem. Azt mondta, hogy ugye ott is gratulált a paksiaknak, csalódott volt, hogy hogy elvesztették azt a meccset, még úgyis, hogy számukra ott már minden mérkőzés örömjáték, ajándék, küzdetek akartak, de a rövid cserepadnak, rotációnak köszönhetően nagyon elfáradtak a végére, és várják az utolsó fordulót, motiváltak, szeretnék felszabadult játékkal és győzelemmel zárni a szezont. Hát ugye még nem most fogják győzelemmel zárni a szezont, ha győzelemmel zárják is, de ezt az Eszterházi szeretné még akadályozni. Ezen a meccsen még ugye nem szezonzáró van. Hát ezután lesz vagy egy, vagy két összecsapás. Csíknak ütnek oda. Meg a paksiak mestere azt mondta, hogy ugye gratulált nyilván ő is a saját csapatának, komoly energiákat kellett mozgósítani, hogy le tudják zárni ezt a párharcot. Értékes és hasznos meccs volt a szezon hátra lévő részére. Közben elég sok a hiba mind a két oldalon, túlságosan kipihenték magukat itt a fél időben, ezt nem talán nagyon tudnak fölpörögni, most is egy hiba Szicsáktól. Mind a két oldalon. Rendre kimaradnak az első dobások, de a lepattanókból dobott labdák is.
mondta a Paksiak edzője, hogy ugye több fronton is van még feladatuk. Battának meg gratulálta nagyon jól és nagy akadattal való játékhoz. Néhány kiváló mezőn teljesítményhez. Megvan legalább itt a harmadik negyed első kosara. Gilszki három pontosára jön is a válasz. Megint az egri palánk alatt a labda, és megint kimarad a dobás, meg a lepattanó is. Kapkodás jellemzi most a feleket. Csík. Rá lehet készülni egy elszálló védő után. Ott van a hármas Kovács Gergelytől. Második három pontosa volt, így 3-2-1-2-3, így dobta sorba a pontokat Kovács. Gilszki közelebb lép egyel. És még egyet rá is dobhat, jó volt az előző kosár. Az is jó. 59-47. Most tartja ezt a 10 pont körüli különbséget az Eszterházi. Kovács. Most nem jó. Ez már 14 pontos egyébként, Botka meg 12. Ők a legeredményesebbek a megrieknél. És nem jó ez a passz Szicsák felé, de beleért egy kékmezes. Máté is 8 pontos egyébként. Kerekesnek is 8 pontja van, Lékosi Bojtának 6. Tamászi Patriknak 4. Szicsák Bencének 5 és Kovács Kordénak 2. Túloldalon Kovács Gergely áll 11 ponttal, 9 pontja van Csík Rihárdnak, 8 pontja Kovács Marcelnek, 10 pontja Láncosnak és Tóth Márknak pedig 4. Szicsák is eredményes újra, és még lehet még eredményesebb, mert hogy kapott egy faltot is, ezzel pedig egy büntetőt. Amit hibátlanul hajt végre. 62-47, 15 pont talán a eddigi legnagyobb differencia a csapatok között. Tóthák fordítja vissza Kovács. Elég eredményes. Nem lehetett feltartóztatni. Most menetrend szerint Kovácsnak majd egy pontot kéne dobnia egyébként. És itt abból, hogy kiről ment ki, végül a játékvezetők úgy döntenek, hogy az Eszterházi jöhet. Majd egyébként nem mondtam, Földi László, Domán István és Dr. Nagy Zsombor a mérkőzés játékvezetői hármasa. Csík. Vál fölötti passz hátra, csak éppen nem volt jó. Ahogy a
Csákféle tripla kísérlet sem, de a lepattal megvan, a kékmezesek ott hagyták a labdát is. Rékosi köszönte, bedobta. Kísérlet. Kövér. Seregély futál egészen a túlsó sarokig. Ez egy nagyon nagy ívű dobás volt. És a palánk tetejéről pattan le. Gilski távolról, és ha már így alakult, hogy nem passzolt, dob egy hármast. 67-49. Kezd nagyon ellépni az Esterházy. Ezt szeretné visszafordítani valahogy a battaiak edzője. Ezért időt is kért Törőcsik Marcell. Nyilván már nem szeretné, hogyha a tét nélküliségben azért csúnyán zárnák a szezont. Ezért nem előrehozott szünet van. Építkezni kell a következő évre is. És nyilván azért evés közben jönünk meg az étvágy náluk is, akár csak az Esterházynál. Ha már itt vannak, akkor húzzák be is, akkor szárny ne legyen hiányérzet a szezonnal kapcsolatban. Hát ugyanez vonatkozik Klepej Rolandra is, ő is szeretné, hogyha ezt az utolsó párharcot behúznák, talán egy olyan csapat ellen, akik azért sikerült legyőzögetni a bajnokság során. És aki ugye az alapszakaszban bőven mögöttük végzett. Sikerült kitalálni, mint változtatnak. Kovácsot most hárman vették körül. Egy szalom seregélytől, de nem jó a dobás. Kerekes szedi össze a lepattanó Csicsák, gyönyörűen fordul, aztán jól zárnak vissza a battaiak. Csicsák kapja vissza a labdát egy kétségbeesett passz után Kerekestől. Most már meg lehet nyugodni, lehet támadni. A hármas viszont lejön a gyűrűről. Kovács Marcell kiadja Seregélynek. Seregélynek kifordul a labdával, sikerült őt kiszorítani. Csák jön ki, rá is szúrja a hármast, napos volt, és nem ment be. Kovács, Gergely, vele szemben egy falt. Oldalról jöhetnek majd Kövér Krisztiánék. Ezért a fiatalok egyik oldalon sem kapnak most sem azért kiemelt szerepet. Az alapcsapatot játszották az edzők.
hogy azért nem veszik félváról, nem mindegy, most 11. vagy 12. lesz valaki. Vács Marcell szépen vezeti be a palánkkal a labdát, és aztán megszakítja a pont nélküli perceit a vendégeknek. 67-51 így az állás. Gilski, Rékasi. Egyelőre benne a palánk alatt senki nincs. Csak most Rékasi megy be. Oda ütnek, vagy könyökölnek neki egyet. Úgyhogy dobhat majd kettőt. Büntetőhez bent van. Második is. 69-51. Marad a 18 pontos előny. Így keresi a passz lehetőségét, Kovács meg kívülről indul be, aztán lép be, Kerekes üt neki oda, Kovács, Gergely pedig büntetőzhet, és akkor ugye jöhet az egy pont, ahogy így dobált eddig, hogy 3-2-1, 2-3-2, és akkor most jön mellett rendszerint a kettőből egyiket be is dobta. Illetve megkapta a két pontost is, 3-2-2-1, ezért kicsit borult most a sor minta, 69-53 az állás. Csík, Kovács Marcell, hát a túloldalra. Éppen bent tartotta Montai, aztán el is adta a labdát Gilski, oda sem néz egy passz Máténak, meg is köszöni, remek volt. 71-54. Kerekes szedi össze a lepattanót, még bent is tartja a labdát. Ez, hogy így van válasz, nem engedik közelebb zárkózni az ellenfelet, az azért jó, Máténak kell most kapcsolni, de hát nem tudja lefaltolni Kovácsot. Eladják a labdát, most viszont összeszedi ezt a átadást. És az indítás is kiváló. Gilski Erik volt villámgyors. Kovács meg szokás szerint szedi össze lepattanókat, és be is szédül egy. Tűn még egyet dobhat megint a pont gyáros. Van 19 pontos ezzel Kovács Gergely. Csak úgy, mint Gilski Erik. Máté. Bent van az ismétlés. Rékasi. Erő is 10 pontnál jár. 75-57. Csík. Tiszt.
aztán van itt a túloldalon Kovács Marcell, egyébként még az előbb a másik oldalon volt, csak célt téveszt ez a távoli dobása. El kell dobni, Rékasi lejön a palánkról, úgyhogy így marad 75-57 esállásnál. Ér véget a harmadik negyed. Utolsó felvonás következik itt a 11. helyen zajló rájátszás első összecsapásán. Az egliek mennek vissza a pályára. És válhatják majd az ellenfelet. Akiknek 18 pontos hátrányt kéne ledolgozni, nem volt benne eddig a játékukban, hogy ezt megtegyék, úgyhogy meg kell őrizni valahogy az előnyt, és akkor győzelemmel, jobb szájízzel válhatja majd a második meccset, a visszavágót az Esterházy. Persze nem szabad semmit elkiabálni, mert azért láttunk már karonvarjút ebben az évben, amikor az lehetett hinni, gondolni, hogy megvan a meccs, aztán mégsem úgy alakult. Talán a Szászhalombatta most nem olyan idős. Máté. Befordul. Fiedor is már a pályán. Kap azért ők is lehetőséget, a kisebbek. Egy nagy falt, nagy kiáltás. Oda csaptak. Pomanazi büntetőszett most. Megvan az első. Büntetőzött egyszer, és akkor mind a kettőbe ment. Most is. 20 pont a különbség, még nem volt a meccsen. 77-57. Csík. Tripla nem jó. És a lepattanó sincs meg ezúttal. Az, hogy Gál Bence van most a palánk alatt, vagy volt, nem pedig a többiek Kovács, vagy Láncos, úgyhogy forgatta a csapatot a mindenféle edzője, Tóth Márk is bent van, de ő azért a pont erősek közé tartozik, ha most eddig csak 4 pontot szerzett is, de annyit nem is játszott, mint a többiek. Ő hóna alatt megy el a labda, és lehet robogni. Rékasinak oda ütnek, mármint a labdának, és így szedelik. Nem marad az Esterházynál a labda. Ez viszont egy faltót lehet, hogy el lehetett volna esni, mert hátulról taszítottak kerekesen. Pomázi Patrik tripla kísérlete viszont nem jó. Nőik. Nyilván a játékos érezte, mennyire lökték, érdemes esni, vagy mit fújhatnak, inkább tovább próbált menni, lehet, hogy megbotlott. Csak simán azért, mintha lökés is lett volna benne. Ott már dobása kimarad, Láncos pedig hárman fogják le, és majd büntetőzhet. Bejött Ficsor. Az első büntetője jó Láncos Krisztiánnak. 11 pontos. Egyelőre pedig marad annyi, mert hogy a második nem jó. Rékasi beszédül. Nem tudom, is Rékasi volt.
Botka. Megvan a lepattanó. Tomáz íramodott meg. Rékasi kintről. És az első triplája, ami jó a meccsen. 82-58. Tóth. Kiadja a szélre. És túloldalon Fiedor is beköszön egy hármassal. Nem pap sajt. Most Máté tripla kísérlete maradt ki. Ficsor megáll. Ezzel lekoccolja Gál Bencét. Aki így lehetőséget kap arra, hogy megszerezze első pontjait a meccsen. Cserélték a magas emberüket a vendégek. És Gál is megszerzi első pontját a találkozón. És a másodikat is. Kényelmes előny. Azért még itt az utolsó 5 percben figyelni kell. Ficsor. Neki még nincs pontja egyébként. Szicsák. Nem szédül be. Csík. Adja el a labdát. És azzal lehet palánkig menni. És Pomázi. Dobta. Aztán Botka kapott egyet a palánk alatt. Jöhet az Esztenházi. Szépen megy el Csík mellett. Újabb két pontos. Csík. Ő meg csak lazán el szórja és dob egy hármast. Őt sikerült nagyon kikapcsolni a játékból. Nem nagyon élt úgy, mint a korábbiakon. Meg lehet, hogy a sérülése is. Volt, hogy most az rányomta esetleg a bélyegét a játékára, de elég sokat játszott Csík. Lehet, hogy most nem az volt a feladata, hogy ő szórja a pontokat. 12 pontnál tart. Tripla kísérlet, nem jó. Tóth Márk ezúttal jobb oldalról próbálta bedobni. Már volt egy hármasa, nemrég, egy perce vagy kettő, van egy újabb. 86-69-re alakítja ezzel az állást, ezért még mindig 17 pont az egri előny, aminek már ki kéne tartani a végéig. Botka vezetgeti a labdát, aztán adja ki oldalra, kimarad Szicsák, viszont összeszedi a lepattanót. Lehet újra 20 pont közelébe vinni a
előny. Szicsák dobása viszont kimarad. Soroboghatnak a kék-sárgák. Csíkit kérné, de nem kapja. Novák. Végül megkapta tőle Csík. Most viszont ketten is kiváltanak rá. Laza mozdulattal teszi föl. És ké lesz. Kifelé. Túloldalon azért már a cserék is szóhoz jutnak a trányban. Lehet, hogy még itt a egrieknél is lesz egy kis csere a végére. Elnézést kér Gilszky, hogy nem adta ki Ficsornak a labdát tiszta helyzetben. Hármas kísérlet és jó. Csík volt eredményes. A harmadik triplája is. 14 pontra olvasztják ezzel a hátrányukat a battaiak. Utolsó percekre össze kell szedni magát az Eszterházinak, hogy nehogy kiénekelje a sajtot a szájukból a száz halombatta. Azért is kellett időt kérni. Nem tudom, a túloldalon hogy látják. Van-e még esély visszazárkózni? Nyilván, hogyha az Eszterházi most leblokkolna és nem szerezne pontot, akkor ez a fő két perc mire lenne elég. Gilszky. Milyen segíteni Botka. Ficsor. Elmegy a talán mellett, meg a gyűrű mellett a labda, vagy előtt. Nem volt jó a célzás. Ez egy kicsit jobb célzás volt, de kijött a gyűrűről a labda. Itt meg túldobta a center. Novák, Patrik. Csicsak. Szicsák. Elszáll az ember, el lehet menni. Kiadja, tutiba megint elmegy a védő, a második is, és Gilszky Erik úgy a hármast tesz hozzá eddigi eredményéhez. Öt triplát dobott Gilszky Erik ezen a találkozón eddig, és Fiedor adta be a palánk alá a labdát, Kovács Gergely tartja meg, és harcol ki büntetőt 89-72-nél. Nem sok van már hátra. Bő egy perc. A első büntető az nem volt jó. De még a másik se ugyanaz. Gyűrű tövére. Nem tudom, ilyen fura. Milyen találtál. Egy láb. Láncos Krisztián lába kereste a labdát. Nováki is kereste volna.
Rékasi. Most kinek adni? Most jön Gilski, és elküldje a védőt, lejár a támadó idő. És jó, Gilski megint villámgyorsan ott termett a palánk alatt. És értékesítette is az ittszert. Pontos ezzel Gilski Erik. A mezőny legeredményesebb tagja. Kicsi a rakás, és a vendégeké lesz a labda. Lehet büntetőzni. Fiedor dobhat. Kimarad az első. Jó, a második. Két-hármas után egy büntetőből is betalál a kosárba. Szicsákot rángatják, aztán szépen ott hagyja a védőt, védőit. Gilski még lejön a palánkról. Még egy indításra van idő, Fiedor hozzátesz még két pontot a teljesítményéhez, így 9 pont a zár. Otka, nagy körök, Szicsák, vár egy kicsit, már csak az idővel játék, Szicsák, kiadja Botkának, Négel, dobja, hármas, az nem jó. És ennyi volt a mérkőzés, 91-75-re megnyeri a 11. helyet zajló rájátszás első meccsét az Esterházy a Szászhalombatta ellen. És még idegenben lesz egy meccs, remélem, azt sikerül megnyerni, ha nem, akkor még lesz egy döntő összecsapás a Gerben. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, viszonthallásra.